Január 12-én a II. Világháború legnagyobb magyar hadi tragédiájára, a Donkanyarnál történtekre emlékezünk. Mivel továbbra sem lehet rendezvényeket tartani, Halas városvezetése zárt körülön rótta le tiszteletét a helyi emlékműnél. Műsorral a Széládjáró Református Gimnázium készült. Hova tűnt a sok virág, mely ott nyílt a réten? Hova tűnt a sok virág? Hetvennyolc éve vette kezdetét a Doni áttörés, amely a magyar történelem egyik legnagyobb hadikatasztrófájához vezetett. Az akkori Magyarországnak szinte nem volt olyan családja, akik nem voltak érintettek ebben a veszteségben. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan és miért történt ez a tragédia, meg kell ismerni a körülményeket is. 1942 elején német nyomásra a magyar hadvezetés kénytelen volt beleegyezni, hogy az ország jelentős katonai csapatokat küldjön a keleti frontra. A tárgyalások során nem tisztázták, hogy hol és milyen feladatokat látnak el a magyar katonák. A német küldöttségtől csupán szóbeli ígéretet kaptak, hogy a fegyverzeti és felszerelési hiányosságokat pótolják. A vezetők abban bíztak, hogy a frontszolgálat nem fogja meghaladni a 4 hónapot úgy, ahogy 1941-ben is.
A második magyar hadsereg létszáma 207.500 főben állapították meg. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a Magyar Honvédség nem egy nagyhatalom elleni háborúra készítették fel, hanem a szomszédos országok hadseregével kellett volna felvenni a küzdelmet. Az is fontos adalék még, hogy a közép-európai időjárási és útviszonyok nagyban eltértek a Szovjetunió viszonyaitól. És ez a magyar fegyverzet vagy gépezet, ami mínusz 5 fokban jól működött, sokszor nem látta el feladatát mínusz 20 vagy mínusz 40 Celsius fokban. Ami pedig valóban nagy hiányossága volt a magyar hadseregnek, és ez a későbbiekben igen tragikus következménnyel járt, ez a gépesített közlekedés és szállítás, a mobilitás hiánya volt. A gyalogság fegyverzetének egy része valóban a monarchia idején kialakított normákat tükrözte, de ezeket az 1930-as években korszerűsítették, fejlesztették. Másrészt magyar gyárakban, de német, olasz, svájci és svéd szabadalmak alapján gyártott fegyverekből, illetve kisebb részt német, olasz fegyverszállítmányokból, zsákmányanyagból állították össze a fegyverzetet. Elmondható tehát, hogy a fegyverzet és felszerelés szempontjából a lehető legjobbat kaptak, ami volt. Elsődleges feladatuk a Don mentén a védelmi rendszer kiépítése volt, ami meghaladta az erőiket. Körülbelül 200 km hosszú frontszakaszra 80-90 ezer ember jutott, amit ha elosztunk, akkor azt kapjuk, hogy 1000 méterenként 450 katona, tehát 2 méterenként 1 ember. A Vörös Hadsereg célja a frontvonal átszakítása, illetve a magyar és olasz egységek bekerítése volt. A támadást kettő irányból indították. A felderítés hiánya és a németek tétlenkedése vezetett oda, hogy az olasz hadsereg megfutamodott, a második magyar hadsereg nagy része megsemmisült vagy bekerítették. A sebesültek, halottak, hadifoglyok és eltűntek számát 125.000-130.000 fő közé teszik. 2010-ben egy pályázat keretében felvételeket készíthettem olyan túlélőkkel, akik megjárták a keleti front borzalmait, túlélték a Doni áttörést, a szovjet katonák mindent elsöprő áradatát, és a lágerekből haza tudtak jönni évekkel a háború vége után. Voltak köztük egyszerű katonák, karpaszományos őrmesterek, kerékpárosok és csatarepülő gépuskások is. Dunapatai, Dunavecsei, Jánoshalmi, Kiskunhalasi, Kalocsai. Két igen emlékezetes szemét szeretnék kiemelni közülük. Az egyik dr. Bácshelyi Kálmán, kiserdei tanító, későbbi Jánoshalmi gimnáziumi földrajztanár. Kálmán bácsi elmesélte, hogy küzdötte meg az életért minden nap, minden percben. Hogyan kellett megszerezni az élelmet, hogyan kellett társaiban a lelket, a reményt tartani. Hogy ne adják fel, hiszen idővel egyszer haza fognak jutni. Hogyan temették, ha tudták az elesett társakat, hogy a hitnek mekkora ereje volt abban, hogy az emberek tudtak maradni ilyen szörnyűségek közepette is. És néha előfordult, hogy csak egy kis imakönyv volt az, ami megállította a repeszt, ami széve felé tartott. Megrendítő volt hallgatni, hogyan mesélte el élete azon részét, s láttam rajta, hogy olyan mélyen belevésődött a szívébe és elméjébe, hogy úgy érzi, mintha tegnap történt volna. Ő Kijev mellett a Donyeck medencében volt hadifogoly 3,5 évig. 41 kilósan, maláriásan, súlyos disztrófiás állapotban tért haza. A másik szívszorító történetet a kiskunhalasi Iványi Vendel mesélt el, aki igaz, nem járt a Donnál, de a háború sodrában próbált jó ember maradni, és hazajutni családjához, szerelméhez. Ez ideig óráig sikerült is, de elszakította újra a szovjet vörös hadsereg, és több év munkatábor után térhetett vissza Kiskolassa, alapíthatott családot. Voltak olyan halasiak is, akik nem voltak ennyire szerencsések, és nem tudtak hazatérni. Az ő emléküket őrzi a kiskolasi temetőben állított 1948-as kőkereszt, és a városháza mellett található kőoszlop, melyet csak 1993-ban állítottak fel. Ezek után felmerül bennem, mint önökben is a kérdés, hogy az 1943-as Doni áttörés magyar katonái hősök vagy áldozatok voltak. Hiszem és tudom, hogy hősök voltak. A hazának és bajtársaiknak szüksége volt rájuk. Nem akartak hősök lenni, szívesebben élték volna le életüket családtagjaik, rokonaik, barátaik körében, de háborúba szólították őket, mint már sokszor a történelem folyamán az egyszerű embereket. Ők mentek és tettek, amit kellett, amit az esküjük és lelkiismeretük megkövetelt.
Igazi nagyságuk és emberségük ebben rajlik. Ott, távol a szülőföldtől, gyermekeiktől, szerelmeiktől védték hazájukat, társaikat. Ők, akik megjárták a Donkanyar poklát, és meghaltak, vagy hazatértek, mindannyian példát mutatnak nekünk kötelességteljesítésből, hazaszeretetből. Velük ellentétben nekünk nem kell ilyen nagy áldozatot hozni, nem kell az életünket vagy vérünket áldozni. Hazánkért elég, ha helytállunk képességeink szerint. Elég felelősséget válni magyar hazánkért, nemzetünkért, városunkért, legjobb tudásunk szerint, ez a feladatunk. Kötelességünk emlékezni rájuk, méltó emléket állítani nekik. Mint ahogy Ily és Gyula is mondja, nem csak a jövőt, a múltat is teremteni kell. Folyton helyre kell tenni, ki kell igazítani. A történelmi múlt ismerete nélkül talaját és gyökerét vesztett nemzet nehezen építkezhet tovább. Petőfi Sándor, tiszteljétek a közkatonákat részlet. Tiszt vagyok. Ha lát a közlegénység, tisztelkedve megyen el mellettem. Én pirulok. Gondolván magamban, nincs igazság. Nincs igazság ebben. Nekünk kéne köszönteni őket, mert mi nálunk sokkal többet érnek. Tiszteljétek a közkatonákat. Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. Koldúsbotot áda haza nékik, s ha elesnek, a felejtés árja foly sírjukon, s neveiken végig. És ők mégis neki mennek bátran az ellenség kardjának, tüzének. Tiszteljétek a közkatonákat! Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.